most abba hagyjuk. Sajnálom egyébként. Bár Zsuzsa, te egyszer elszúrtad. Na jó. Tessék. Igen. Na. Tehát így... Ezt meg lehet állati komótosan is csinálni. Nem tudom, mi múlik. Talán a 16-od rövidségén, hogy így... Vagy ezzel, hogy milyen hamar... Ez már nem jó. Na, ha mi volna, most elkezdenénk. Na? Tessék. Mert? Indulunk. Megint az A hangos volt. Igen. 39. Mert nem volt elég espresszívó a B. Thank you.
Ezen még sok munka van. Milyen munkát? Mi? Visszahallgatva, egész más a helyzet. Igen. Igen, hát főleg az zongorával, úgyhogy szólni is kéne az Andrásnak. Nyugodtan próbáljatok, nekem muszáj az Andrásnak mindenféleket mondanom. Tehát akkor ezt hol kezdhetnénk? Hát ezt elkezdhetnénk például a 169-esbe. Tessék parancsolni, mehetünk. Megy, 44. 169-es. Az a staccato. Izé. 1, 2, 3, 4. Ez jó volt. Tetszett? Tetszett nektek? Megmondom, mi nem tetszett nekem például. Kulcs dolgot fogok most mondani. Várj, elfelejtettem. Csak az, arra emlékszem, hogy ez kulcsfontosságú. Várja. Jaj, tudom. Igen, igen, ez, hogy megérkeztünk, na menjünk tovább. Megint megérkeztünk. Szóval... Jó, nagyszerű. Egyszerűen nem visz tovább, és a mozdony előbbre tart. Ez a baj. Úgyhogy én ezt, mi ezt megcsinálnánk még egyszer. Ez azt illusztrált, hogy barangoló borongó ki bambabum borongsz. Hát ezt benne kell hagyni, televízió, ez muszáj. Tessék. Egy utószinkront majd elcsinálni erről. Na tessék, akkor csináljuk meg onnan a 169. Ismét, igen. Tessék, indul. Lámpa indul. 45. 1, 2, 3, 4. Hát ez nagyon jó.
Ez most már tetszett, ugye? Hát ez most jobban tetszett nekem a Jancsiék részéről. Zoli, nekem kétségeim vannak egy ütemmel, a 265-tel. Na, hogy az... 265-ben mi van? Hát a 265-öt eddig csak úgy játszottam, hogy nem ütöttem mellé. Az úgy rendben van, ugye? Hát szerintem igen. Jó, akkor hagyjuk. Hát, de megcsináltam melléütéssel. Nem, én mindig félek egy kicsit attól a szextakkortól, és nem tudom, hogy miért. Szextakkort? Hol van? Melyik ez? Igen. Hát ott átváltok ilyen oboa színbe. Nem, igen. Ez egy oboa állás. Hát nézd, a biztonság kedvéért el tudnátok játszani mondjuk a 258-tól? Csinálunk egy melléktémát. Igen, akkor nem is kell a zenekar, én kezdem. Mit tudom én, a 267. 258-tól eljátsszuk. Tessék. Tessék, indulunk. Lámpa. Hoppla. Nincs repülőgép? Lámpa. Igen, mehetünk. 48. Hát nagyon szép volt. Hát akkor befejeztük. Hány óra? 8. 8? Na most... Most tisztelettel javasolnám, hogy tűnjünk haza. Mindenkinek jó éjszakát, nagyon szép volt. Tessék, mehetünk? 61. Thank you.
leállni. Jó van, de ez olyan jó. De miért? Mert csak elfáradó, van egy csomó olyan dolog, ami érdemes visszapozni. Hát például az, hogy a fúvósok jobban rájöhetnének erre. Késés van. Semmiképpen nem szabad volna valahogy belközelhet valamennyi, és azok, hogy nem szabad volna kiderüljön az előzménygyől, hogy mit következik. Szóval ennek lóvítást kívánta meg. Jó, de ezt megtekkel meg, ez a ti problémátok. Mennyit vártok, az a ti problémátok.
Érdekes. Ennek így kéne szólni. Ennek így kell szólni. A Beethoven egyszer azt mondta, hogy törődöm is én a maguk bolond hangszerével, amikor komponálok. És ez nagyon igaz. Tényleg zongorán is vannak olyan részek, amelyek marha könnyűek lennének, hogyha elengedem, vagy előbb ott vagyok, később ott vagyok, meg minden. Sajnos nem azt írta le a szerző. És ebben az esetben is sajnos azt írta le a szerző, hogy pontozott negyed, pontozott negyed. Most ez nagyon tetszetős ez, hogy... De nem ezt írta le? Vagy... Szóval el lehet adni, csak hogyha valaki alaposabban megnézek ott, tehát hát kínos. Ezek könnyedebb. Ez jó lesz. Jancsi, amit én kifogásolok, az megint az, ami a Vigadóban fordult elő, hogy ez egyszer nincs. Ez hallatszik. És akkor... Szóval valami ilyesmit hallok, hogy... Ez hallatszik ott hátul. Igen, mondjuk már a mikrofonban is meghallgatjuk. Ez a teremben egyébként ezek a dolgok elnyelődnek a nagyobb. Aha. Nyugodtan lehet hagyni, Gábor. Ez még így nyilván ismertem, mert ezek a dolgok. Hát ez nem a ti? Nem ti? Nem. Na. Igen, egyetlen egy generális észre értem a szak. Na, nekem kicsit. Jön a kinyílott osztatás. Nem mondok semmit, de tényleg gubancos. Gubancos? Na, hogy mondjam, összemosódott egy kicsit az egész. Jó, akkor lekerekíthetjük. Nem lekerekítés, kipucolhatjuk, nem eléggé, de... Nem, szóval, hogy mondjam, a 16. játék is különösen olyan helyeken, ahol kiegészítő... Jancsi, kipucoljuk. Nem arról van szó, csak félek, úgy össze van az egész. Félek, hogy a dolognak a pont a miértje veszik el, és a vonala szakad meg. Nem szabad elveszni. Ez egy megoldás, így. Csak mégis, szóval, hogy mondjam, a részleteket nem adja vissza a felvétel. Ad egy egészben egy nagyon jó benyomást. Csak ne de hát végsősorban, amikor a hallgató befejezi a lemez hallgatását. Azt mondja, hogy hű, de jó volt. Igen. Akkor nem az a cél. Vagy hogy mit ez a gondolt, cél. Hogy mindenki partitúrával a kezébe követi, hogy hű, itt milyen jól megoldották azt az előkét, meg ilyesmi. Hát biztos, hogy nem. Hát az átlag hallgató nem olyan. Az átlag hallgató zenét kíván. Igen, és az pedig... mondani, hogy ezt ötször meghallgatja egymás után valaki. Meg akkor nem unja. Ide figyelj, egy inspirált előadásban ötször képes vagyok meghallgatni ugyanazt a hibát, érted? Hogyha az egész olyan... De én csak azt mondom, hogy ne legyen benne hiba.